Remélem ám lesz egy gyönyörű napunk, mert a Covid után most végre egy kicsit fellélegezhetünk, és egy kicsit szabadon táncoljunk, beszélgessünk, hogy elfelejtsük azt a sok szabályokat, hogy otthon kell maradni, bezártságot. Még egy éjszaka, s több ég az utamban nem leszel. A Napsugár Nyugdíjas Klub idén a pandémia miatt nem tudta megtartani a hagyományos rendezvényeit. Ez az őszi bál, az első ilyen táncos mulatságuk ebben az évben. Lesznek programok, például a kórusunk fog énekelni, akkor a csapatba fognak énekelni, szólóba, verset mondani, lesz egy szenyortánc együttes, lesz ebédköszöntő, italköszöntő, fellép még a zenészünk is, aki egy meglepetés műsorra készül, és ő szolgáltatja majd az esti zenét. Hát nem tudom, ameddig jó fogják magukat érezni, addig itt leszünk. Így is minden héten összejövünk minden szerdán, úgyhogy például nyáron voltunk Tamásiba fürdeni, most készülődünk például színházba, Mohácsra, szóval megpróbáljuk egy kicsit, hát lehet, hogy egy kicsit jól érezzük. Az utolsó éveinket, mint nyugdíjasok, nagyon-nagyon készültünk erre az egészre, mert sütöttünk, és finom kaja lesz, úgyhogy nem tudom, ám lesz talán egy szabadabb nap, és nem gondolunk a betegségre, meg a Covidra, tetszik tudni, hogy mindenki félt egy kicsit már a betegségtől, mert már lassan félünk, hogy elkapjuk, de mi ezt máma eltemetjük. A környező települések nyugdíjas klubjait hívták meg, így a bátai és a bátaapáti szépkorúakkal együtt közel 80-an voltak. Fenyvesné Palkó Mária, a Tolna megyei Életet az Éveknek Egyesület megyei elnökének 1990 óta van kapcsolata a bátaszéki klubbal. Azt mondja, elengedhetetlenek ezek a megmozdulások. Nagyon szeretem az időseket. Az időseknek két fontos dolog van. Meghallgassák és segítsenek, mert egyedül van. Ők fokozatosan, folyamatosan megélik a szakításokat, nyugdíjba menetel, párja meghal, család elköltözik, és a végén egyedül maradnak. Szinte hihetetlen most, ha benéz a terembe, alig van férfi. A nők mind özvegyek maradnak sajnos. Azt is hozzátette, hogy a sok viszontagság ellenére még mindig látják az élet jó és napos oldalát, és ott segítenek, ahol kell. Minden település polgármestere számított az idősekre, mert ha ők azt mondják, hogy 2-re ott vagyok, akkor 2-re ott vagyok, ha utcát seprek, ha virágos, tehát mindent megcsinálnak időre, és rendkívül szorgalmasak. Nincs náluk lehetetlen, tehát ugyanúgy, mint régen, mindent jókedvel, gyorsan, hozzáértéssel, tehát a tapasztalatuk, a tapasztalat az náluk van. Ügyeim, hagyjátok szeretni, hagyjátok a szememet rávetni, rászokott a szemem a nézésre, gyenge karom a legény ölelésre. Nagyon-nagyon régóta várjuk ezt, és tényleg nagy-nagy dolog volt ez mindnyájunknak. Munka is volt vele, a szervezés, betegek is voltak, jöttek volna is, tehát még a szerdai napokon is kevesen voltunk, és most, hogy ez most tényleg, hogy nagyon jól sikerült, hogy az idő is jó, az emberek is, a nagyobb rész tényleg kevesen maradtak otthon, mindenki el tud majdnem jönni, és tényleg úgy gondoljuk, hogy lesz egy nagyon szép napunk. Valahogy mindnyájan nagyon nagy örömmel és várakozással vártuk ezt a napot, és remélem, hogy jól fogjuk érezni magunkat. Nagyon bízom benne. Mindenki örül, ezen voltam elcsodálkozva, amikor írtuk össze a neveket, hogy kik jönnek, hogy érdekes módon majdnem mindenki eljött. Azon kívül, aki tényleg már nem tudott jönni. Rábeszéltük őket, megpróbáltuk rábeszélni, és eljött mindenki. Ha nem táncolnak, akkor egy kicsikét nézelődnek, köztünk lesznek, örülnek nekünk, meg mi is nekünk. Olyan nagyon nagy öröm, egy olyan nagyon jó dolog, hogy otthonról végre együtt egyszer kimozdulunk már, és
jól érezzük egymás közt magunkat, és találkozunk, mert az más, ha beszélünk telefonon, de a személyes kapcsolatot az nem pótolja semmi. Köszönöm, hogy a kérdés gondolat.